Hello, sziasztok! Ez a Minden Segít Podcast 11. adása. Eljutottunk ehhez a gyönyörű számhoz. Mint tudjátok, a 10. adás után volt egy olyan felvételünk, ami arról szólt, hogy közösen beszélgettünk erről a 10 adásról, illetve hogy milyen feladatok várnak ránk, és mivel szeretnénk foglalkozni. És akkor Gergővel megbeszéltük, hogy hát eddig a boldogságot kvázi kutattuk, viszont most egy más aspektusból közelítjük meg mind a műsorfolyamot, meg mind a témákat. Ez pedig arról fog szólni, hogy egy célkitűzést határozzunk meg, hogy az emberiségnek néhány évtized elteltével milyen berendezkedési módon lesz jövője, illetőleg lesz módja normálisan élni. Na már most az első etapban Pogácsa Zoltán itt járt nálunk szociológus közgazdászként, aki elújságolta nekünk, hogy szerinte a kapitalista berendezkedésből, amely hát félő, hogy hazavágja a jövőnket, illetőleg ezt a földet, a nem növekedés a kivezető út. Na már most ennek okán Köves Alexandrát, ökológiai közgazdászt, a Corvinus Egyetem adjunktusát, az öt egyelőtt docensét, bocsánat, a nem növekedés mozgalom tagját hívtuk meg vendégként. Kész csak, szia! Szia, köszönöm a meghívást! Örülünk, hogy itt vagy! Én is örülök! Légy kedves nekünk elmondani mindenek előtt azt, hogy hogyan az életedben az, hogy ezt a témát kezdett kutatni? Mi volt az a indító, vagy az a gyújtópont? Én fejlesztéspolitikával foglalkoztam, mielőtt elkezdtem így a tudományos pályát, és ugye amikor az Unióba léptünk, akkor mindenki azt gondolta, hogy hát itt eljött a Kánaán, itt valami szuper jó társadalmat fogunk építeni, itt tényleg igazából csak várni kell, és már valamiféle ilyen skandináv modellben fogunk élni. És ugye amikor a fejlesztéspolitikát így az ember tervezi, akkor látja, hogy ott van egy csomó lelkes ember, aki azon gondolkozik, hogy hát tényleg itt hogy lehetne egy jobb társadalmat építeni, még az Unió pénzt is ad hozzá, és hát ebbe a lelkesedésbe ugye én is beleestem, és elkezdtünk azon agyalni, hogy hát hogy lehetne jobbat, akkor voltak mindenféle nemzeti fejlesztési tervek, akkor pénzt is költöttünk rá. És mindig mindenki mondta nekem, hogy a társadalomfejlesztés az egy hosszas folyamat, nem kéne, hogy türelmetlen legyek ezzel a dologgal kapcsolatban, de aztán eljött egy olyan pont, amikor már annyira sok volt bennem a kérdőjel, hogy azt kezdtem el megkérdőjelezni, hogy a fejlesztés politikába a fejlődés, mint fogalom, az nem lehet, hogy teljesen el van cseszve, és hogy soha nem fogunk eljutni oda, hogy ezzel a logikával mi valódi változást érjünk el. És amikor ez a típusú ilyen kiábrándultságom megérkezett, akkor azt mondtam, hogy szeretnék most ebből egy kicsit hátralépni, és magamnak keresni azt, hogy ha ez nem fejlődés, amiről mindenki azt mondja, hogy fejlődés, akkor mi az? És tehát, hogy én abszolút a társadalmi oldalról jövök ebbe a képbe, ugye sok más társammal ellentétben, aki inkább a környezeti oldalról jön, és igazából akkor megadott nekem az a luxus, hogy azt mondtam, hogy hát én akkor beülök egy csendes sarokba, és elkezdek azon gondolkozni, hogy mi a válasz az én kérdéseimre. És megtaláltad a választ? És azt gondolom, hogy megtaláltam a választ, igen. Ez a nem növekedés? Azt gondolom, hogy megtaláltam a választ. Ez az ökológiai közgazdaságtan, és majd szűkítünk a nem növekedés felé. De hogy akkor, amikor én ezen agyaltam, akkor olvastam egy cikket, egy geomagazinos cikket, tehát egy nem valamilyen ilyen szuper tudományos cikk volt. Egy geomagazinos cikk volt, hogy az ökológiai közgazdaságtannak egyébként most már általam nem is elfogadott irányzatáról, de akkor így megfogott, hogy ők a környezeti oldalról ugyanazokat a kérdéseket teszik fel, amiket én tapasztalatomból adódóan megfogalmaztam azzal kapcsolatban, hogy tényleg ilyen, így akarunk társadalmat fejleszteni? Tényleg ez a víziónk a társadalom mögött? És
És aztán rájöttem, hogy amit ők kapargatnak környezeti oldalról, meg hát nyilván aztán utána megtudtam, amikor már jobban beleástam magam ebbe a témába, hogy az ökológiai közgazdaságtan onnan izgalmas, hogy minden tudományterületet megpróbál egybegyűjteni, és úgy beszélgetni arról, hogy hogyan nézzen ki a gazdaság, hogyan nézzen ki az a rendszer, amiben működünk. És hogy ezeket a tudományterületeket, ahogy így összeszedi, elkezdenek ezeken a párbeszédeken keresztül kialakulni ilyen egymásra hatások. És hogy valójában a környezeti és a társadalmi problémáink mögött ugyanazok a hajtóerők vannak. Tehát, hogy nem is lehet. Tehát az okai ugyanazok. És gyakorlatilag nem is lehet a kettőt szétszedni. Tehát az, amikor úgy gondolkodunk a világról, hogy a lehetőségeink korlátlanok, az erőforrásaink korlátlanok, ha te nagyon jó vagy, akkor bármit elérhetsz, és amikor rájössz, hogy hát ez nagyon nem így van. Tehát nagyon is korlátos a világ. Nagyon is korlátosak a lehetőségeink, főleg akkor korlátosak, hogyha mondjuk hajlandóak vagyunk másokat is figyelembe venni. Tehát ha az a szerencsétlenséged van, hogy empátiával születtél a világra, vagy a szüleid valahogy beléd nevelték ezt az empátiát, akkor előbb-utóbb eljutsz oda az életedbe, hogy az a típusú korlátlan szabadság, amit az elmúlt évtizedekben nekünk mondtak, ez a korlátlan szabadság, ez nem létezik. Én szerintem, amikor mi ezt a műsort elkezdtük csinálni, pont mi is ezt kezdtük kapizsgálni, nem? Ezzel kezdtünk foglalkozni, hogy valami olyan szituáció zajlik a világban, hogy ez továbbiakban fönntarthatatlan. Tehát ezen az úton, amin haladtunk, az már nem járható. És ennek nem az a megoldása, hogy kezdjük el az emberek szabadságát korlátozni. Tehát nem azt gondolom, hogy most akkor hozzunk ilyen nagyon-nagyon erős korlátozó intézkedéseket, bár nyilván kell. Tehát akkor, amikor van egy klímacsúcs, és azt mondják, hogy 1,5 fok, akkor az, ha akarjuk, ha nem, korlátot jelent. Az valamilyen úton, módon korlátot fog jelenteni. És ez a mostani gazdasági logikával felfoghatatlan, hogy lehet korlátok között gondolkozni. És igen, lehet, hogy lehet, vagy kell is bizonyos kemény korlátokat felállítani. Ugyanakkor a szabadságnál szerintem nem az a lényeg, hogy most a szabadságodat korlátoznod kell mások miatt, hanem az a lényeg, hogy hogyan tudod azt a szabadságot úgy megfogalmazni, hogy az nem csak egy egyéni szabadságot jelent, hanem mondjuk adott esetben egy kollektív szabadságot is jelent, és hogy nem biztos, hogy ugyanazokra van szabadságod, mint amikre eddig gondoltál. Itt most már úgy érzem, hogy utaz a nem növekedésnek a működésére. Egy kicsit meg tudnád nekünk fogalmazni, vagy körülírni, hogy hogyan kell elképzelnünk azt, hogy mit jelent, hogy nem növekedés? Igen, a nem növekedést azt nagyon sokszor összekeverik azzal, hogy kifejezetten csökkenjen a gazdaság. Tehát ugye most így fetisizálva van a GDP, és az a növekedés, ami ezzel jár, és ugye ha nincsen növekedés a gazdaságban, akkor minden összeomlik, és a legtöbben, amikor meghallják azt a szót, hogy nem növekedés, akkor arra gondolnak, hogy akkor ott fetisizálva lesz a csökkenés. De hát ugye a nem növekedés a jelenlegi gazdasági logika szerint az recesszió. A nem növekedés nem a recesszióról beszél, nem recessziót akar elérni, hanem azt akarja, hogy azok a kényszerű növekedési mozgatórugók, amik jelenleg benne vannak a gazdasági társadalmi működéseinkben, ezeket a kényszereket valahogy meghaladjuk, és kivegyük a rendszerből. Tehát a degrowth ebben az értelemben úgy fosztóképző, hogy nem tehát a növekedés fogalmát, kényszerét veszi el,
és nem azt mondja, hogy csökkenjünk. Mert az önmagáért való csökkenés, az pontosan ugyanannyira értelmetlen, mint amilyen, zárójelben megjegyzem, az önmagáért való növekedés. Én akkor lehetséges, hogy a Zolit félreértettem, mert minthogyha amikor ő itt járt volna, és pont erről beszélgettünk, akkor nekem egy kicsit olyanféle volt az érzetem, hogy a igazán nagy gazdasági hatalmaknak vissza kell venniük ebből az elképesztő növekedési rátából, sőt, talán csökkenniük is kell, illetőleg ez még nem jelenti azt, hogy a szegényebb országok számára nem lehet megengedhetővé tenni azt, hogy ők viszont növekedjenek. Hogy legyen egy ilyen balansz a szegényebb és a gazdagabb országok között, tehát én lehet, hogy rosszul értelmeztem, de olyan úgy volt, mint hogy az Egyesült Államoknak kicsit lejjebb kéne menni, mint hogy Ugandának meg följebb. Nem, szerintem teljesen jól értelmezted, és nyilván az Oli meg közöttem sok mindenbe tudunk vitatkozni, de azért az alapokban nem nagyon szoktunk. Tehát, hogy az kétségtelen, hogy amikor a mostani logikával nézed, hogy az mondjuk adott esetben GDP növekedést vagy csökkenést fog jelenteni mondjuk a fejlettebb világba, akkor persze, az bőven elképzelhető, hogy az a típusú fogyasztási szerkezetváltás, amiről a nem növekedés beszél, hogy az csökkenést fog jelenteni, de hogy pont azt mondom, hogy ez nem egy önmagáért való csökkenés, hanem már nem ebben a logikában akarjuk mérni azt, hogy csökken-e vagy nő. Tehát, hogy érted, mit mondok? Tehát, hogy a fosztóképző az magáról az elképzelésről beszél, és az, hogy aztán, ha a mostani logikában nézzük, az növekedés vagy csökkenés, akkor valóban nagyobb valószínűsége van annak, hogy a fejlett világnak csökkennie kell, de ha mondjuk egy fél pillanatra is komolyan vennénk a másfél fokos klímacélt, akkor ez nem is lehet kérdés. Persze aztán itt jönnek a főáramú megoldás keresések, hogy jó, de hát mi van, ha a szolgáltatásokra állunk át, meg az nem is úgy van, meg nem, tehát hogy lehet még itt molyolni, de igazából valószínűleg a teljes logikának kellene megváltozni ahhoz, hogy ezt el tudjuk fogadni, és ne omoljon össze az egész rendszer a fejünkre, ha nem növekedünk. Nem tudom, hát szóljatok nyugodtan, hogyha rosszul látom, de én azt szeretném most, hogy dobjuk le a nyakkendőt most. Igazából neked egy olyan narratívát, vagy egy pontosabban egy olyan narratíva által keltett benyomást kell megmagyaráznod a hallgatóknak és a nézőknek, ami teljes mértékben egy eleve ez egy nagyon fura dolog, hogy ezt neked magyaráznod kell. Mert, és nekem ez itt kicsit összecseng azzal, amit mondtál, hogy a korlátlan szabadsággal, meg hogy a annyira korlátlan szabadsággal, hogy az egy más csoportoknak, meg embereknek a megnyomorítása is ebben benne van ebben a szabadságot. Tehát ez a fajta libertarianizmus képes olyan narratívákat létrehozni, ami valami pozitív dolognak van eladva, és nem is csak, hogy narratíva, hanem norma lesz belőle, és amikor az ember próbál rávilágítani arra, hogy gyerekek, hát baszki, ébredjetek már föl, mert ez egy írtó nagy baromság, és káros mindenkinek, akkor magyarázkodnod kell, és meg kell értetni egy csomó mindenkivel, hogy ez miért rossz. Most én azt szeretném kérni, hogyha lehet ilyet. Tegyünk arra kísérletet, hogy most induljunk ki abból, hogy nagyon sok különböző ember hallgatja ezt a műsort, és szerintem, hogy nekem, mint laikusnak, aki én itt ülök, most köztem az a különbség is, bármelyik hallgatók, hogy én itt ülök, és én meg tudom kérdezni tőled, amit szeretnék. És ez az, hogy kérlek, mondd el, hogy mit jelent az, tényleg most nem narratívákból kiindulva, hanem emberileg, konkrétan mit jelent az, hogy a társadalom fejlődjön. Mit jelent az nekem, ha én itt élek, hogy veszem észre azt, hogy a társadalom körülöttem fejlődik, vagy az én élőhelyem? Szóval mit jelent ez? És hogy mi kell nekünk ahhoz egész biztosan, hogy változzon, hogy ne dögöljünk meg 30 év múlva mindannyian ezen a bolygón, és hogy kik és mi és hogyan csinálja azt, és miért haladunk afele, hogy
ha most nem változik senki, akkor úgy néz ki, hogy mégis meg fogunk dögleni 30 év múlva. És hogy bonyolítsam a kérdést, de lehet, hogy egyszerűsítem. Szerintem a Gergőnek az egyik kérdése, a második az arra utal, hogy ezeket a mozgató rugókat, amelyik az egész kapitalista berendezkedést az irányba hajtja, hogy növekedned kell, azokat hogyan tudod ebből a rendszerből kivenni, vagy megszüntetni? Hogyan lehet eljutatni azt a rendszert, amelyik fundamentálisan erre van berendezkedve? Jól értettem? Kvázi. Igen, de én minden legelőször azt szeretném valahogy elérni így hárman most közösen, hogy az, aki hallgat minket, az megértse, hogy mi a probléma, és neki mit kell észrevennie a saját életében, és meg milyen információkat kéne, hogy értelmeznie. Hogy ezt, hogyha érthető módon megpróbálunk összefoglalni, azt hiszem tök jó lenne. Jó, azért ez a három kérdés, amit így nekem szegeztetek, ez nem biztos, hogy rögtön könnyen megmagyarázható, de hogy kezdjük az elején. Tehát, hogy azt kérdezted, hogy a fejlődés, és vajon minek kell változnia. Ugye abszolút hozzá vagyunk szokva, és megkérdőjelezhetetlenül vagyunk hozzászokva, hogy a fejlődést kizárólag az anyagi jólét terminológiájában tudjuk értelmezni. És én azt gondolom, hogy ez az egyik alapvetés, amit, hogyha bárkivel beszélgetek, ő megért, hogy neki a fejlődés nem kizárólag az anyagi jólétet jelenti. Tehát nyilván, és itt jön az, amire vissza is utaltál, hogy az Oli mondta, hogy nyilván van egy olyan szint az emberek életébe, amikor anyagi biztonság nélkül nem tudnak másban gondolkodni. Tehát, hogy viszont az emberiség ezt a pontot már rég meghaladta egy tisztességesebb elosztási rendszerbe, hogy ezt a pontot azért tudnánk biztosítani, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy tényleg a holnapjuk sincs biztonságban. Tehát akkor a fő probléma nem az, hogy kurva csóróságban, hanem az, hogy rendkívül aránytalanul van nagyon rossz az eloszlás. Igen, okay. És egyre rosszabb az eloszlás. Tehát amikor azt kérdezed, hogy mi a probléma, akkor az a válasz, hogy egyre rosszabb az eloszlás. Tehát az az elképzelés, ami régen volt, hogyha majd mindenki dolgozik a haszonért, akkor az a haszon, az majd le fog csorogni a társadalom különböző rétegeinek. Ez a lecsorgás, ez bizonyos értelemben, bizonyos szintekig igaz volt, de az elmúlt néhány évtizedben egyértelműen már nem igaz. Tehát, hogy eljutottunk oda, hogy ez már nem igaz. Tehát amikor a gazdasági növekedésből adódó hasznok 81%-a megy a top 1%-ból, és az alsó 50% ebből nem lát egy büdös petákot sem, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a gazdasági növekedés lesz az, ami felszámolja az egyenlőtlenségeket. Az már nem fogja felszámolni az egyenlőtlenségeket, sőt, egyértelműen látjuk, hogy egyre nagyobbra nyitja az ollót. Tehát ezért van az, hogy amikor már valaki eljutott arra a pontra, hogy igen, van a feje fölött valamilyen ház, van élelme, nem fázik, stb., akkor onnantól kezdve jönnek azok a típusú megfontolások az életbe, hogy mennyire szeretnek engem, mennyire fogadnak el, mennyire tudom megtalálni az életemben az értelmet, ehhez az értelemkereséshez mennyire járul hozzá az a munka, amit én végzek, ahhoz az elfogadáshoz és szeretethez és társadalmi presztízshez mennyire járul hozzá az, amit én csinálok az életembe. És akkor jönnek, ugye egyre tágul ez a kör, hogy mi az, amit valójában én szeretnék
csinálni, ami valójában nekem jól létet jelent. És az ökológiai közgazdászok erről beszélnek, tehát nem véletlen, hogy nem a jólét fogalmait használják, hanem a jól lét fogalmait. Tehát nem a welfare, hanem a well-being. Tehát jól lét. Mi az, ami nekem ezt a jól létet megadja? És ha az embereket elkezdett kérdezgetni, akkor a politikai paletta legszélesebb skáláján nagyjából nagyon hasonló válaszokat fogsz kapni. És ezek közül, a válaszok közül egy csomó olyan lesz, amiről azt látod, hogy hát ez nincs rendben. Ez ma nincs rendben. Nincs rendben a munka-magánélet egyensúlya, nincsen rendben a kapcsolataink minősége, nem létező közösségekről beszélünk, tehát az a típusú ilyen társadalmi igény, hogy én valahova tartozzak, hogy velük időt tudjak eltölteni. Ezek sincsenek rendben. Az élet értelmének keresésébe mindenki úgymond magára van hagyatva, tehát hogy az a narratíva a pszichológiában is, hogy majd te egyedül ezt majd megtalálod az értelmet. De hogy ezek nem egyedüli dolgok, ez egy kollektív történet. Tehát hogy ezért mondom, hogy szerintem a legeslegfontosabb, hogy ezt megértsük, és azt megértsük, hogy mennyire fontos az alap jólét ahhoz mindenkinek, ahhoz, hogy aztán utána valóban tudjunk beszélgetni arról, hogy mi a jólét. És akkor itt jön be, visszahoznám a szabadságnak a gondolatát, itt jön be az Amartya Sen-féle képességszemlélet, ami arról szól, hogy próbáljuk már meg egy társadalomban meghatározni, hogy mik azok a szabadságok, képességek, készségek, amiket mi kollektíven szeretnénk mindenki számára biztosítani. Tehát, hogy ehhez legyen hozzáférése, hogy legyen lehetősége úgy élni, hogy ezeket a szabadságokat valóban megéli, és nem csak papíron van meg, mint ahogy most ezek léteznek. Tehát, és akkor az meg egy másik kérdés, hogy ehhez hogy jutunk el. De már pedig épp azt akartam mondani, hogy szerintem az első részét, a föltevésének elég alaposan kivesésztél is elmagyarázta. Igen, nagyon köszönöm. Már most kaptunk egy képet arról, ami az alapföltevés és az alap problémának a megválaszolása. Igen. Akkor itt jön a következő része a kérdésednek, az, hogy hogyan lehet ezeket a mozgatórugókat a kapitalizmusból kiemelni, hogy elérjük azt a célt, amit szeretnénk? Nincs olyan terület, azért nem tudok hirtelen válaszolni rá, mert nincs olyan terület, amit egy ilyen váltás ne érintene. Tehát ha elfogadjuk azt, amiről ugye már szó volt, hogy vannak korlátaink, kőkemény, környezeti és társadalmi korlátaink vannak, amin belül kell maradni. Ha ezt elfogadjuk, akkor ugye a következő az lesz, hogy viszont, ha ezek a korlátok vannak, akkor foglalkozni kell az elosztással. Mert ha az elosztással nem foglalkozunk, akkor jönnek a korlátok, és akkor mi, aki többet fizet érte, az majd hozzáfér a tiszta vízhez, vagy a tiszta levegőhöz, mondjuk a tiszta levegőhöz még úgy se tud hozzáférni, de hogy ugye elkezdődnek ezek a jó, de akkor ki, hogyan, milyen alapon. Ha ezeket a kérdéseket felhozzuk, hogy ki, hogyan, milyen alapon juthat ezekhez hozzá, akkor jön a következő kérdés, amit megint mondtam, hogy oké, de akkor a társadalmi párbeszéden keresztül mit akarunk biztosítani az embereknek? És hogyan akarjuk ezeket biztosítani? Mert az a helyzet, hogy alapvetően nekem az a meglátásom, hogy ez egy nagyon idealisztikus elképzelés. Én nagyon idealisztikus vagyok, nagyon örülök, hogy itt vagy, és erről beszélgetünk, csak mégiscsak technikailag hogyan lehet azt kivitelezni, hogy ezek a dolgok, ezek megtörténjenek. Meglátjuk, vagy eljutunk odáig, hogy megértetjük a társadalommal, hogy a korlátok ott vannak, nekünk ezzel szembe kell néznünk, de akkor most én személyesen mit tudok tenni, illetőleg az országok mit tudnak tenni annak érdekében, hogy ezeket a problémákat
ennek szellemében, filozófiája alapján orvosoljuk. Jó. Tehát azért kezdtem el mondani, hogy nagyon sok terület van, mert akkor ezekről a területekről hozok egy-két példát. Sokan kérdezik, hogy hogyan néz ki a nem növekedés? Honnan tudjuk? Még soha nem csináltuk. Tehát, hogy azért azt meg kell érteni, hogy itt szembesülünk egy bonyolult problémával, amire mindig mi a clumsy solutionnek a magyar megfelelője? Lusta megoldás? Nem. Ügyetlen megoldásokat fogunk kapni. És az ügyetlen megoldások azt jelentik, hogy kipróbálunk valamit, megnézzük, hogy működik, nem működik, hogyan működik. És akkor válaszolok a kérdésedre. Tehát például, ugye, ha korlátok vannak, akkor ezeket a korlátokat tiszteletbe kell tartani. Tehát akkor azt kell mondani, hogy bizonyos dolgokban ezen a szinten felül nem működhetünk. Tehát akármi történik, oda csap, vagy mit csinál? Vagy és ki? Én szerintem ezt könnyebb, kisebb, hogy mondjam. Tehát hogy lehet rászólni egy országra, hogy ide figyelj, Egyesült Államok, légy szíves, hiába vállaltad a 2016-os klímacsúcson ezt és ezt, nem tartod be, akkor kapsz egy sallert. Hogyan? Kitől? Hogy miért? De én azt gondolom, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy ez úgy működik, hogyha elvárás a politikai döntéshozók felé, hogy ezzel a témával foglalkozzanak, akkor onnantól... Az Amerikai Egyesült Államok lakóinak kellene kikészíteni. Én azt gondolom egyébként, hogy politizáljanak. Részben nyilván, tehát hogy felülről és alulról egyszerre fog történni. Tehát nem tud úgy történni. Tehát nem fognak a vezetők holnap fölébredni és azt mondani, hogy hú, hát én szeretném mégiscsak megmenteni a világot. Tehát el kell érnie a hatalomban tartóknak, vagy azoknak, akiknek lehetőségük van hatalomban tartani, vagy hatalomban tenni döntéshozókat, neki ott is el kell érni egy kritikus tömeget ahhoz, hogy ez a változás megtörténjen. Tehát ezért mondom, hogy ez felülről és alulról egyszerre kell, hogy történjen. Szóval amikor ezeket a korlátokat elkezdjük figyelembe venni, akkor persze jönnek azok a kőkemény kérdések, hogy például lehet-e valamiféle felső határt szabni annak, hogy ki mennyit keres. Tehát mennyit viszel a közös erőforrásokból, mert nyilván per pillanat, ha pénze van, akkor meg tudja venni azokat az erőforrásokat. Tehát ha vannak korlátok, akkor akarjuk-e ezt maximalizálni, vagy nem. Ez nyilván, ez egy kőkemény társadalmi vita, hogy ez mivel jár, meg mivel nem jár. A másik oldal az, hogyha elfogadjuk azt, hogy ezek között a korlátok között nem lehet úgy fogyasztani, ahogy eddig fogyasztottunk, meg nincs is szükségünk rá. Tehát nem kell még egy ilyen, meg még egy olyan, meg hogy tönkre menjen nekem a mosógép 5 évente csak azért, hogy vehessek még egy mosógépet, és hogy az pörgesse a gazdaságot, mert nincs szükségem még egy mosógépre. Nekem tiszta ruhára van szükségem, nem még egy mosógépre. Tehát akkor, ha ezekkel elkezdünk foglalkozni, és azt mondjuk, hogy már pedig a fogyasztási és a termelési szerkezetet át kell alakítani, akkor az is teljesen egyértelmű, bizonyos dolgokról le kell mondani, bizonyos dolgokkal ezt tudjuk kompenzálni, mert egyébként ugye, ha jól létben gondolkozunk, és nem jól létben gondolkozunk, akkor igenis tudjuk azt kompenzálni, hogyha nem tudom, nekem 20 évig tart egy mosógépem, most csak mondtam valamit. Viszont, hogyha ha a termelési meg a fogyasztási szerkezet átalakul, akkor onnantól kezdve az is teljesen egyértelmű, hogy alul is biztosítani kell az átmenethez a biztonságot az embereknek, mert hogy ez minden szektort borítana. Tehát ha elkezdenénk környezettudatosan termelni és fogyasztani, akkor alig lenne olyan szektor, amit ez ne változtatna meg. Ahhoz, hogy ez többé-kevésbé biztonságban tudjuk megtenni, ahhoz alulról is meg kell támogatni ezt a folyamatot. Tehát nem véletlen, hogy a feltétel nélküli alapjuttatás, alapjövedelem, alapszolgáltatás, ez mind benne van a vitába. Egyszerűen azért, mert azt keressük, hogy mi az, ami meg tudná tartani a társadalmat egy olyan átmenetben, amit mi szeretnénk.
ami átmenet a mostani fogyasztói társadalomból egy olyan fogyasztási szerkezetbe, amelyik teljesen más logikára épül. Tehát ezt az átmenetet valahogy meg kell támogatni, és ezt az átmenetet bizony alulról kell megtámogatni, tehát nem véletlen, hogy ezek a fogalmak állandóan feljönnek a nem növekedés kapcsán. A másik, hogy nyilvánvaló az, hogy nem lehet abba a típusú globális rendszerben gondolkodni, ami most van, ha nem növekedésről beszélünk, több okból sem. Az egyik az az, hogy ugye jelenleg nincsenek a környezeti terhek beárazva. Tehát, hogyha elkezdenénk azon gondolkozni, hogy egyébként milyen terhe van annak, hogy valahol nagyon messze termelünk valamit, aminek ráadásul még a környezeti terhelésnek a felelősségéről sem tudunk semmit, mert teljesen láthatatlan a rendszer. Tehát amikor megveszek valamit, még ha szeretném, sem tudok rájönni, hogy én azzal milyen kárt okoztam. Tehát, hogyha ezeket elkezdjük közelebb hozni a felelősség miatt, elkezdjük közelebb hozni azért, hogy a környezeti terhelés kisebb legyen, elkezdjük közelebb hozni azért, hogy az a típusú ilyen közösségépítés, ami egyébként ugye kiveszett, tehát hogy a gazdasági rendszerünk jelenleg nem épít közösségeket. Nem is ez a célja, hogyha ezeket mindet szeretnénk visszahozni, és tulajdonképpen a jól létbe is beépíteni, akkor teljesen egyértelmű, hogy relokalizálni kell. Egyébként már a koronavírus is megmutatta, hogy relokalizálni kell, tehát hogy újra vissza kell hozni a helyi termelési és fogyasztási láncokat. Az is egyértelmű, hogy a Suezi csatornába keresztbe fordult hajó is megmutatta, hogy ez nem normális, tehát ez nem ellenálló képes ez a dolog. A mostani háborús helyzet is egyértelműen megmutatja, hogy nem lehet ilyen típusú kiszolgáltatottságban létezni. Tehát, hogy ez a fajta relokalizáció, ez egészen biztos, hogy része lesz ennek az új elképzelésre. És még akkor majd mondom a többit. De most itt nekem az a helyzet, hogy mint ahogy említettem, idealisztikus ember vagyok. Én nagyon szeretném, hogy ez működőképes dolog lenne. De ahogy hallgatlak, az a meglátásom, hogy ez az emberiség történetének legnagyobb társadalmi és gazdasági változását kellene jelentse. Uh-huh. Akkor, amikor a lehető legapróbb dolgokban nem képes 8 milliárd ember konszenzusra jutni, akkor hogyan lehet mégiscsak elérni azt, hogy ennek szellemében éljen 8 milliárd ember? Hogyan fogom tudni megmagyarázni egy budaörsi lakosnak, hogy ő ne vegyen banánt? Amikor a banán az lassan olcsóbb tényleg még nyáron is, mint a dinnye, és akkor ő a banánt szeretni, akkor azt fogja mondani, hogy érdekel az engem, hogy a földön mi lesz a helyzet, meg hogy a gyerekem, meg az unokámmal, én most akarok banánt enni, akkor most banánt fogok venni. Mit lehet mondani a Zarának a tulajdonosa, vagy H&M-nek, hogy ő ne Kínában évbérért dolgoztassa azért, hogy te a legolcsóbb H&M-es pólóban tudjál járni. Tehát, hogy értem, hogy mi a cél. Értem azt is, hogy volnának erről társadalmi diskurzusok, vagy kellene, hogy legyenek, de hát mégiscsak ez olyan, mintha az alap legfontosabb dolgokat kellene megváltoztatni az emberiség gondolkodásmódjában. Ez szerintem elképesztő feladat. Sőt, tovább megyek. De lehetetlen vagy elképesztő? Hát én ezt nem tudom. Mert tehát, hogy én szerintem itt ülhetünk napestig, és elmesélhetjük, hogy miért nem lehet ezeket megtenni. Rendjén van, csak még valamit hagyd mondjak. Csak akkor ássunk egy rohadt nagy gödröt, azt feküdjünk bele. De gyakorlatilag sajnos ez történik. Pontosan ássuk a gödröt, gyakorlatilag. És sajnos én értem, hogy kellene valamit tenni, meg nekem mondom, szimpatikus is, csak azt látom, hogy az ember mégis inkább vássa a saját gödrét. Hol tovább? Még csak annyit, hogy... Ez olyan, mintha a kapitalista berendezkedés az egy ilyen, hát nem egy ilyen, az egy erkölcstelen, az egy kizsákmányoló, az egy igazságtalan
berendezkedés. És amiről meg mi most beszélünk, az egy magasztosabb, az egy erkölcsösebb. Tehát ott ezek a kérdések, ezek már más módon kerülnek megválaszolni. Itt nem lehet már kizsákmányolni embereket, itt már nem lehet elhozni a banánt, hanem itt kéne megtermeljük. Hogy érted, ez egy ilyen egészen ideologisztikus váltásra kényszeríteni 8 milliárd embert, amikor azt nem tudjuk eldönteni, hogy most jó a Viktor, vagy nem. Nagyon-nagyon-nagyon sok minden van ebben a felvesztésben. Az egyik az, hogy szerintem nem kell 8 milliárd embert meggyőznünk, mert hogy nem fogsz találni egy megoldást erre a problémára. Tehát azért gondolom, hogy ezt helyi szint, tehát hogy most helyi vagy nemzet, tehát hogy olyan szinteken kell különböző megoldásokat találni, hogy a cél az lehet, hogy ugyanaz, aha, hogy nagyjából mentsük meg az emberiséget, mert nem a földet kell megmenteni, azért ez legyen már teljesen tiszta. Tehát persze, nagyon jó lenne a földet is megmenteni, meg mit tudom én, az állattársainkat se kiírtani, meg stb. De itt most nem arról beszélünk. Itt most arról beszélünk, hogy a mi civilizációnk, ahogy ismerjük, azt tudjuk-e biztosítani, hogy fennmaradjon 200-300 év múlva is, vagy nem. És hogy akarjuk-e, vagy sem. Ez ennyire egyszerű. Tegyük fel ezt a kérdést magunknak. Akarjuk, vagy nem akarjuk? És hogyha azt mondjuk, hogy akarjuk, akkor ugye utána jönnek ezek a kérdések, hogy de az emberiség képes erre, vagy nem képes. Hogyha azt mondjuk, hogy nem képes, akkor megint csak ugye ott a gödör, feküdjünk bele, még lehet előtte egy tisztítókúrát csinálni, hogy az is jó legyen, de tehát hogy a frontvonal ott van, hogy hiszünk-e abba, hogy az emberek képesek és erre a típusú fejlődésre, tehát a morális fejlődésre, a haszonelvűség meghaladására, mert hogy van morálfilozófia a kapitalizmus mögött is, úgy hívják, hogy utilitarizmus. Van mögötte, igenis van mögötte morálfilozófia. Az a kérdés, hogy mi hajlandóak vagyunk-e valami más morálfilozófia mentén gondolkodni, és hogy képesek vagyunk-e. Na most, ha engem kérdezel, akkor én azt mondom, hogy igen, képesek vagyunk. Tehát az emberek igenis képesek különböző narratívákban gondolkozni, és hogyha adunk nekik más narratívát, akkor képesek lesznek más narratívában is gondolkodni, és meg fogják érteni, hogy mit miért adnak fel. És hogy nem biztos, hogy ezt feladásnak kell megélni, mert ha valamit felad, amellett lehet, hogy valami most nagyobbat szóval nyer. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy az emberek erre igenis képesek. Ha nem ezt gondolnám, akkor miért foglalkoznék bilányos ezzel? Szerintem okay, nagyon sok kérdés. Tehát, hogy a demokrácia mögött is van egy olyan filozófia, ami nyilván szimpatikus, de a demokrácia van Szíriában és Irakban is. Szóval, hogy mindennek van ilyen filozófiája, és szerintem nem elég az. Tehát azt érzem, hogy ez egy tök fontos pont ebben az egész gondolatmenetben, meg az egész a diagnózis felállításában nekünk, mindannyiunknak, normális kétköznapi embereknek, hogy megértsük azt, hogy sajnos, vagy szerintem az nem elég egyszerűen, hogyha mi ezt a kis, mert amíg az elit, akihez az az 1%, akihez a javak 80%-a megy, és ami miatt egyre nagyobb lesz ez az olló, ezt nem akarja, hogy ez megtörténjen, addig kurva biztos, hogy nem fog megtörténni. Jó, csak erre mondtam azt, hogy olyan adókat kell például kivetni, hogy jó, és ezt te döntöd el, hogy milyen adó fognak kivetődni? Azt mondtam, hogy a társadalomnak alulról jövő szerveződésgyaránt el kell érnie azt a politikai elitnél, hogy ilyen döntéseket hozzanak. Igen, el kell érnie, csak azt gondolom, én attól félek, tudod, hogy a politikai elit akkor fog észbe kapni, amikor már késő. Én ettől félek. A politikai elit akkor fog észbe kapni, amikor a hatalomban maradásuknak feltétele az, hogy észbe kapjanak. Érted? Tehát, hogy az a baj, hogy bizonyos értelemben mi tartjuk fenn ezt a rendszert. Igen. Tehát nem lehet az, tehát most körbevárás van, mindenki körbe mutogat. Ugye
a vállalatok mutogatnak a fogyasztók felé, a fogyasztók mutogatnak a vállalatok felé, a politikusok az állampolgárok felé, az állampolgárok a politikusok meg a vállalatok felé, mindenki körbe mutogat, és akkor ebből nincsen igazából kiút. De hogy az az igazság, hogy itt rendszerek vannak, borzasztóan komplex rendszerek, és ahol te fogyasztó vagy, ott te a másik oldalon állampolgár vagy. Ahol te az egyik oldalon vállalatvezető vagy, a másik oldalon apa vagy. Tehát, hogy azért itt tehát ezek a szerepek nem teljesen tiszták. És higgyük már el, hogy azokat is elkezdi feszíteni ez a probléma, akik fenntartják a rendszert. Tehát már érzi, hogy mit tudom én, egy kicsit ciki a szennyezőiparágba dolgozni. Egy kicsit már azt a típusú társadalmi presztízst elveszíti vele, stb. Tehát, hogy ezek ilyen normákon keresztül tudnak változni. Ha ciki terepjárót, városi terepjárót venni, akkor egy idő után már nem fog felfelé menni a városi terepjárónak a használata. Tehát, hogy ezek a normák, ezek nincsenek kőbe vésve. Az a baj, hogy a paradigmák, azok iszonyú erősek. Tehát azok ugye azt jelentik, hogy van egy csomó minden, ami megkérdőjelezetlen a gondolkodásunkban. És ha elkezded megkérdőjelezni, akkor az emberek egy nagy része azt tudja mondani, hogy igazából értem én ezt a logikát, és akkor még jönnek ezekkel, amiket ti mondtok, hogy de hát ez nem lehet, az ember nem ilyen. De ha ez nem lehet, ha az ember nem ilyen, akkor nem is próbáljuk meg. Ha nem próbáljuk meg, akkor jó, akkor nem is beszélgessünk róla. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezekkel érdemes. És a másik, amit akartam mondani, hogy nincsen pozitív jövőképünk. Nincs az emberiségnek pozitív narratívája. Egyáltalán. A kapitalizmusnak a pozitív narratívái már elavultak, avittak. Már senki nem hisz benne, igazából. Már mindenki tudja, hogy hát, ez azért már annyira nem is igaz. Már nem számolja fel a szegénységet, már nem számolja fel az éhezést, már nem fogja jobbá tenni mindenkinek az életét, már nem fogunk kevesebbet dolgozni. Hát az volt az ígéret, hogy 15 hetes munkahét lesz, vagy 15 órás munkahét lesz mostanra. Hol a 15 órás munkahét? Sehol. De a 15 órás munkanap már itt van. Ez nem jó. Igen, pontosan. Én nem azt gondolom, hogy az ember ilyen, és akkor itt gödör, aztán cső. Szóval én egyáltalán nem ezt gondolom. Sőt, azért csináljuk ezt a műsor, hogy kicsit az embereknek a gondolkodásmódján változtat. Hogy ezt a folyamatot meggyorsítsuk. Nem, hanem én épp pontosan azt gondolom, hogy illetve bizonyos szinten azt gondolom, hogy igen, a csomó ember tényleg sajnos ilyen. Viszont azt gondolom, hogy a megoldás erre az lehetne, és ez egy olyan megoldási, vagy olyan út a megoldás felé véleményem szerint, amit bármelyikünk, sőt mindegyikünk meg tud tenni, aki mondjuk nem 0-24 azzal van elfoglalva, hogy hol találjon tiszta vizet, persze. Tehát, hogy a civilizációnk mondjuk nullától fölfele. Hogy ha, amit te mondtál, pontosan az, hogyha az ember, minden egyes ember megkérdőjelezi a dolgokat, felülvizsgálja a dolgokat, és azokat az információkat, meg azok, hogy megpróbálja megérteni azt, amit lát maga körül, meg amit tapasztal, és ugye most már azzal is számolni kell, hogy orba szájban nyomatják nekünk a mindenfajta információt, az álhírektől kezdve, a propagandán át, a sima időelbaszáson keresztül, mindent, amit el lehet képzelni, és azt gondolom, hogy a probléma egyik fő késleltetője, illetve amitől sokszor
meddőnek érzek egy csomó beszélgetést, az az, hogy tök jó ötletek vannak, meg filozófiák, meg hogy nem növek. Ezek mindig tök, ezek nagyon-nagyon jók, hiszen ezek nélkül semmi esélyünk nem lenne, de azt gondolom, hogy ugyanúgy semmi esélyünk nincsen akkor, hogyha nem tanul meg mindenki gondolkozni a fejével, és hogyha nem adjuk végre fel ezt az állapotunkat, ami az, hogy mindent beszopunk, legalábbis kiválasztjuk azt, hogy na jó, akkor én most a liberális oldalt szopom be, nekem az szimpatikusabb valamiért, vagy én most azt szopom be, én most akkor a jobb oldalt azt szopom be, hogy akkor a liberálisokat ki kell nyírni. Teljesen függetlenül kell, tehát hogy politikai ideológiáktól teljesen függetlenül meg, kellene meg hozzáállni. Meg a másik, ami szerintem kulcsfontosságú lenne, hogy függesszük már fel az ítélkezést. Tehát, hogy más se csinálunk, mint egyfolytában ítélkezünk. A vegánok ítélkeznek a húsevők fölött, a húsevők ítélkeznek a vegánok fölött, igen. A jobb oldal ítélkezik, igen, a bal oldal fölött, a bal oldal ítélkezik. Igen. Ha nem tudom, ha elektromos autót vezetsz, akkor ítélkezel a benzinesek fölött. Ha nem találunk közös narratívát, igen, közös missziót, közös társadalmi víziót, és csak és kizárólag azzal vagyunk elfoglalva, hogy ítélkezzünk a fölött, aki így csinál, vagy úgy csinál, és más se keresünk, mint ez hülyeség, az hülyeség, akkor tényleg valószínűleg nem ment meg minket senki. Igen, igen. De én azt gondolom, hogy tehát én azért hiszek abba, hogy ezen túl lehetne lendülni. Tehát találunk közös narratívát. Tehát nem véletlenül. Ugye Harari is mindig arról beszél, hogy ugye az emberiség történelme az narratívákra épült föl. Gondolkozzunk már el, hogy mi a jelenlegi narratívánk. Semmi. Még több pénzünk. Semmi. Még nagyobb házunk. Tehát, hogy, de ez nem, tehát, hogy ez nem közös emberi narratíva. Hát nem. Ezek egyéni narratívák. Na most egyénileg ezekbe a rendszerekbe csak és kizárólag vergődünk. Ez a másik, ahol szerintem meg kell tudni fogni ezt a történetet. Hogy ugye most azoknak, akiknek érdekében áll fenntartani a jelenlegi rendszert, azok egyfolytában ezt egyéni szintre tolják, ezt a problémát. Tehát, hogy te fogyasztóként döntsd el. Kérsz szívószelet, vagy nem kérsz szívószelet? Ha elfelejted, akkor már ítélkeznek. Egyéni szinten döntsd el, hogy akarsz-e autót vezetni, vagy nem. Egyéni szinten döntsd el, hogy akarsz-e repülni, vagy sem. De hogy ezeket a dolgokat egyéni szinten nagyon nehéz, mert hogy vergődsz abban a rendszerben, ami folyamatosan ugye valami másra van ráállítva. Tehát amikor egyéni szinten nekem meg kell győznöm a kisgyerekemet arról, hogy nem kell csillámpor. Nem kell csillámpor. De mindenre rá van szórva. A papírra, a játékra, a ruhára, mindenre, és ő még venné. De miért kell nekem egy 2 évesnek megmagyarázni, hogy nem veszek csillámport, amikor állampolgárként meghozhatnám azt a döntést, hogy nincs csillámpor? Nem? Féljétek, erről most lehet, hogy ide tartozik, de hogy valamelyik országban kitalálták, hogy a 18 éven felüli gyerekek, talán Dániában, egyáltalán nem dohányozhatnak majd. Tehát ez egy ilyesféle döntés, nem? Igen. Mármint, hogy egy határozat. Tehát, hogy nem lesz dohányzás. Kész, csúsz. Csak csillámpor legyen. Nem cikizik, nem? Tehát, hogy értedek, mit mondok, és a mobilitással kapcsolatban is ez a probléma, hogy az egyik oldalon azt mondják, hogy ne vegyél autót, mert az a zöld, hogyha tömegközlekedsz, a másik oldalon meg rájössz, hogy még nincsen itt az a rendszer, ami megkönnyítené az egyéni mobilitást autó nélkül. És ez még lehetne sorolni. Tehát, hogy tehát azt is meg kell értenünk, hogy egyénileg ezeket meg kell próbálni, mert ha nem próbáljuk meg, akkor nem jövünk rá arra, hogy hol vannak a rendszer szintű hibák. Viszont ezeket nem egyéni döntések fogják megoldani.
hanem kollektív döntések fogják megoldani. Ezért van az, hogy állampolgárként sokkal nagyobb a ráhatásom a rendszerre, mint fogyasztóként. Kétségtelen, hogy fogyasztóként is meg kell tudnom hozni egy csomó döntést, de az igazán fontos az az, hogy megértem-e a narratívát, és képes vagyok-e kikényszeríteni azokat a kollektív döntéseket, és hajlandó vagyok-e utána beleállni. Tehát nem az, hogy utána fű alatt veszem a csillámport, meg asztal alól, meg izé, hanem megértem-e, hogy nekem miért nem. És akkor még egy példa arra a logikára, ami, tehát hogy mit lehet tenni. Tehát én nagyon szeretem George Monbiot-nak, a Guardian újságírójának azt a megfogalmazását, ami magán, tehát elégséges magántulajdonról és közösségi luxusról beszél. És ugye ez egyszerűen arról szól, hogyha mindenki a tengerparton akarna panorámás házat venni, akkor nincsen annyi tengerpart, meg ami még van, azt is ugye beépítenénk, holott már nem akarunk többet beépíteni. Ha azt megértjük, hogy nem mindenki külön akarjon, hanem legyenek olyan hozzáférhető strandok még a tengerparton, ahol az ember időnként oda mehet, és élvezheti a panorámát, és ugyanúgy úszhat, akkor az közösségi luxus. És azt a luxus élményt meg lehet adni. De ha állandóan az egyéni luxusról beszélünk, és nem beszélünk a közösségi luxusról, akkor nincs az az erőforrás. Ugye megint a korlátok. Egyszerűen nem lesz annyi erőforrás. Egyébként a pessimista hozzáállásomban most egy kicsit átmegyek az optimistábba. Na. Hiszen amikor említed, hogy a közösségi... Mégis csak van hatás. Nem, azért egyébként van, csak hogy például itt van az a közösségi közlekedés. Most már vannak olyan autóbérlési lehetőségek, hogy kifejezetten majdnem luxus autókat lehet bérelni. Nem kell neked azt megvenned, hogyha egy ilyen autóval akarsz közlekedni. Elmész A-ból B-ben, leteszed, és majd a következő delikvens jön belül, és elviszi. És valahogyan szerintem szexivé és vonzóvá lehet ezeket a dolgokat tenni. Tehát most már ugye egyre többen, én magam is elkezdtem gondolkodni, pedig nem voltam egy nagy turkálóba járó, sőt még most sem vagyok, de hogy miért vegyek egy vadonás új ruhát nagyon sok pénzért, és most már kezd sikké válni, hogy valaki inkább azért, mert hogy figyel a környezetére, hogy ne még nagyobb globális ökológiai lábnyom, nagyobb terhelést okozzon a Földnek, inkább vesz használt ruhát. Tehát, hogy ezek a dolgok nagyon kicsi százalékban, vagy mennyiségben, de azért vannak a vegánság is ilyen talán. Tehát, hogy kezdenek az emberek közül néhányan úgy élni, hogy na, hát tegyünk már valamit ezért a És nem biztos, hogy lemondás. Tehát amikor felülsz a biciklire, és rájössz, hogy biciklivel is lehet közlekedni, akkor nem lemondtál az autóról, hanem adott esetben lehet, hogy élvezed a biciklizést. Most komolyan mondom. Tehát imádom, amikor tudom, hogy mennyi idő alatt érek oda, mert tudom, hogy mennyi idő alatt érek oda. Kocsival soha nem tudnám, hogy mennyi idő alatt érek oda, mert mit tudom. Kellemes. Tehát, hogy nem minden feltétlenül lemondás. És nyilván kell hozzá teljesen más várostervezés, teljesen más, tehát hogy más prioritások kezdik el mozgatni a közösségi döntéseket. De hogy ezek szerintem egy idő után nem lemondással járnak. Tehát nem tudom, a zöld felületek, az nem lemondás akkor, amikor... Igen. Szóval van egy amerikai dokumentumfilmes barátom, aki már nagyon régóta ilyen zöld gondolkodó, és ő mesélte el nekem, hogy ő nagy túrázó, és van egy ilyen elmélete, a túrázó elmélet, backpackers theory, ami arról szól, hogy amikor túrázni mész valahova, akkor ugye bepakolod a csomagjaidat, és szeretnél olyat, hogy jó, hát ha eső van, akkor ne fázzál, azért legyen nálad sátor, meleg, legyen étel, ez, az, amaz.
Tehát, hogy legyen nálad egy csomó minden, ami a kényelmedet szolgálja. De ha túlpakolod a hátizsákodat, akkor az elkezded húzni a válladat, és amikor húzza a válladat, akkor ugye egyre kényelmetlenebbé válik, és már nem tudod élvezni se az utat, se a kilátást, se a szépséget. És hogy valójában mindennel így vagyunk, hogy van az a pont, ahol már elkezdi mondjuk a tulajdon a válladat húzni. És amikor azt mondtad, hogy gondolkozol azon, hogy autó vagy nem autó, ugye az autóval kapcsolatban is van az a pont, ahol már egy kicsit olyan gyötrelem, hogy van egy autód, már ezt kell csinálni vele. Tehát, hogy ez az egész fogyasztási rendszer, hogyha nem a társadalmi presztízsethez kötődik, tehát nem ahhoz az igényhez, hogy engem szeressenek, hogy engem elfogadjanak, akkor rájössz, hogy mikor van az a pont, amikor már az elkezdi húzni a hátadat. És hogy ezért is könnyebb a kollektív döntéseket meghozni. Ezért is lehet jó néha hozzáférésen gondolkozni, hogy hogy van nekem hozzáférésem akkor, amikor nekem szükségem van rá. És bármilyen fura, nekem volt egy projektem, ígértem, hogy fogok beszélni arról a módszerről, amit én a kutatásaimban használok, amit úgy hívnak, hogy backcasting. Ez egy szójáték igazából, ugye a forecastingnak az ellentéte. Mert a forecasting az mind előrejelzés, arról szól, hogy a jelen meg a múltnak a trendjeit megpróbálod a jövőre kivetíteni, és megnézni, hogy milyen lehetséges szenáriókhoz, jövőképekhez jutsz el. Viszont, hogyha például a mai témánkat elkezded forecastingba kivetíteni, akkor rájössz arra, hogy egyszerűen nem jutsz el olyan megoldáshoz, ami számodra elfogadható lenne. Mm-hmm. És a backcasting azt mondja, hogy a forecasting ugye azt mondja, hogy az emberek üldögélnek ezeken a trendeken és tendenciákon, és akkor így mennek ezekkel a jövőbe. De hogy valójában ez nem így van. Valójában rajtunk múlik az, hogy milyen jövőt építünk. Tehát meg kell fordítani a logikát, és megmondani azt, hogy mi az a mi normatív jövőnek hívjuk, tehát milyen jövő kellene, hogy legyen, milyen jövőt tudunk elképzelni. És amikor ez megvan, akkor abból elkezdenünk visszafelé lépkedni a jelenbe, és megnézni, hogy ma mit tudunk megtenni annak érdekében, hogy nem biztos, hogy oda fogunk eljutni, mert ugye még van millió más dolog, ami még befolyásolhatja a történéseket, de ha ma ezeket megtesszük, akkor nagyobb eséllyel jutunk el abba az állapotba, amit mi most kívánatosnak tartunk, mintha egyrészt nem lenne ilyen jövőképünk, nem tudtunk volna megegyezni ilyen jövőképpen, másrészt, ha nem tennénk meg ma semmit, mert azt mondanánk, hogy ja, hát a trendek azokon mi ücsörgünk, aztán eljutunk, ahova eljutunk. És hogy miért jutott ez nekem most eszembe, hogy volt egy backcasting projektem a legnagyobb magyar marketing média ügynökséggel. És ők nem, tehát oda nem ökológiai közgazdászként léptem be, hanem ennek a módszernek az ismerőjeként, és kíváncsi voltam, hogy ez egy céges környezetben hogyan működik, és ők igazából nem is tudták az én hátteremet, hanem jó részvételi módszerként hagytuk őket, hogy ők találják ki, hogy hogyan keretezik ezt az egész dolgot. És aztán a végén kiderült, hogy amikor azt mondtuk, hogy jó, akkor képzeljétek el, hogy hogyan néz ki a marketing iparág 2035-ben, akkor ők maguk úgy keretezték, hogy de mi egy igazságos és fenntartható világhoz akarunk hozzájárulni, és én úgy akarok belenézni 35-be a gyerekem szemébe, hogy nem kell cikinek tartanom azt, hogy mihez járultam hozzá. Tehát az, amikor azt mondom, hogy azokat, akikről azt gondoljuk, hogy ez egy szennyezőiparág, ezek fenntartják a fogyasztói társadalmat, és a kapitalizmus lüktető szívében dolgoznak, és megkérdezed őket, hogy ők valójában mind szeretnének dolgozni, és kiderül,
hogy nagyon-nagyon hasonló víziói vannak, mint nekünk. És amikor ezt a kérdést feltették, és fölépítették ezt a víziót, akkor egy csomó nagyon-nagyon izgalmas alternatíva bontakozott ki arról, hogy egyébként mi lehet a marketing szerepe egy ilyen világban. Elképesztő. Figyelj, én szerintem, tehát amikor azt mondom, hogy mi az? Hát kemény. Jó. Igen, tehát hogy ezek ez, amit most elmeséltél, szerintem ez egy annyira olyan kellemes csalódás, és egy olyan szuper pozitív példa arra, hogy tényleg egyrészt az ilyen magatartás szerintem tipikusan nem tanúsító szerveződések vagy vállalatok milyen jó perspektívával tudnak előállni, és hogy ez tényleg, ez egy reális forgatókönyv, hogy ezek a személyek és vállalkozások és szerveződések és vállalatok tényleg el tudnak indulni abba az irányba. Az, amit gondolunk arról, hogy hogyan fogyasztunk, miért fogyasztunk, és képesek vagyunk-e kulturálisan változni, az azért egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert olyan mély összefüggései vannak, mint például a halálhoz való viszonyunk. Tehát ugye a halál jelenleg a legnagyobb tabu. Nem beszélünk róla, nem tudunk szembenézni vele, egyáltalán, ha lehet, nem is foglalkozunk róla. Lehet, hogy ti is kivágjátok majd ezt a részt. Valika. De hogy ugyanakkor szinte minden, amit csinálunk a világunkba, ahogy élünk, ahogy fogyasztunk, ahogy elkezdünk a kultúránkhoz ragaszkodni, az valójában egy ilyen halhatatlansági projektünk. És addig, amíg nem tudunk azzal szembenézni, hogy ne csak ebben a szimbolikus, kulturális térben foglalkozzunk a halállal nagyon-nagyon felszínes szinteken, addig fenntartjuk ezeket a típusú projekteket. Ha elkezdünk egy kicsit mélyebben ásni ebben a témában, és elkezdünk azzal foglalkozni, hogy de mit jelent a halál, mit jelent nekünk, mit jelent az a lehetőség, hogy az emberiség kipusztulhat, és mi magunk is elveszünk ezzel, és a kulturális örökségünk is elveszik ezzel, és minden elveszik ezáltal, és nem kapaszkodunk bele abba, hogy de van egy terepjáróm, hanem tényleg mögé nézünk, és elkezdünk ezzel foglalkozni, akkor minden valószínűség szerint eljutunk oda, ahova eljutnak leginkább azok, akik így vagy úgy találkoznak ezzel a témával az életükbe, azért, mert a saját elmúlásuk szele megérintette őket, vagy valaki hozzájuk nagyon közel lévő halála miatt kellett ezzel a témával valahogy szembesülni, hogy ilyenkor mik azok, amik felerősödnek? Ugye az egyik az életem értelme. Mit csinálok én, és mi fontos nekem? A másik a kapcsolataim minősége. Ki hogyan gondol rám? Mivel fogok szembenézni, amikor ott állok? Hogyan fogok elmenni? Mit fognak rólam gondolni? Hogyan képzelem el azt, amikor már ott állnak a temetésemen, mit fognak megélni. És ugye ez a kettő az, amiről mi folyamatosan beszélünk, hogy erről beszéljünk, hogy az emberek meg tudják-e élni a saját életük értelmét, hogy meg tudják-e élni a kapcsolataik minőségét, vagy elveszünk ebbe a szimbolikus térbe, amit jelenleg a fogyasztás az, amit a leginkább tükröz, vagy visszatükröz. Tehát az az érdekes, hogy ameddig nem beszélünk a halálról, ameddig nem beszélünk erről a témáról, mert kényelmetlen, mert rossz, mert nagyokat nyelünk, amikor erről beszélünk, addig valószínűleg nem tudunk erről a másik témáról se igazán jól és mélyen beszélni. Fú, de jó volt. Igen. Fú, mennyire igaz. Igen. Jó, akkor most én azt szeretném tőled kérni,
hogy mondd el, légy szíves, hogy hogyan fogunk élni 2050-ben. Hogy mi lenne számodra az a berendezkedés, ami szívedhez közel álló. Milyen részvényeket kell venni most? Én úgy képzelem el, hogy mindenféleképpen egy lokalizált világban fogunk élni. Ugye a glokalizált azt jelenti, hogy lokális közössége globális hálózatában fogunk élni. Uh-huh. Tehát szerintem a hálózat az nagyon fontos lesz. Tehát a hálózat, az, hogy rendszerek, nagy hálózatok működnek, és megértjük, hogy a hálózati működés az miről szól, az, hogy nem csak én vagyok, hanem vagyok vannak mások, és hogyha én valamit cselekszem, akkor az másokra hat, rám visszahat, és nem elszigetelt vagyok, hanem ebben a hálózatban élnek mások, más közösségek, és ha nekik problémájuk van, akkor én át tudom venni, ha nekem problémám van, akkor ők át tudják venni. Tehát, hogy van egy ilyen dinamika ebben a hálózatban, ennek ellenére a lokális közösségem az egy erős identitás, az egy erős történet, az, hogy én tudom, hogy honnan jön az étel. A termelésnél azt képzelem el, hogy szerintem ez a kozmolokális termelés, tehát amikor a tudás az nagyon nyílt, és tudom, hogy kell valamit megjavítani, hogy kell valamit előállítani. Adott esetben lehet, hogy a 3D-s nyomtatóm elő is állítja nekem, akkor, amikor éppen szükségem van. De úgy, hogy közben tudom, hogy mondjuk annak az a nyersanyag felvétele, vagy magának a technológiának a működtetése, az mennyi energiát vett el, mennyi nyersanyagot vett el, tudom, hogy az én közösségemnek, és hogy a közösség többi tagjának még mennyire van szüksége, és tényleg annyit veszek el, amennyi nekem ott is akkor szükséges. Tehát, hogy valahogy az éppen akkori kereslet az, ami fontos, és nem az, hogy legyártom, és aztán el kell adnom. És hogy van annyi tudatosság a rendszerben, hogy csak azért nem veszem meg. Azt gondolom, hogy a társadalmi presztízs az valami teljesen más logika szerint fog működni. Tehát, hogy azt képzeljétek el, hogyha egy pillanatra megfordítod a logikát, és most az a vagány, hogyha nagyon sok van neked, ha nagyon nagy az autód, ha ezért. De tegyük fel csak egy pillanatra, hogy az a legvagányabb, aki a legpirosabb paradicsomot tudja termeszteni a balkonládájába. És nem azt mondom, hogy ez lesz, vagy hogy ez az, amit én szeretnék, de hogy rögtön a társadalmi presztízs és az elfogadottságom valami máshoz fog kötődni. Vagy hogyha én nekem a legjobb 3D nyomtatom, és tudod számodra bármi az anyomban szükséges cuccot gyártani. Igen, vagy például, ugye én azt gondolom, hogy a tudás nyílt hozzáférésű lesz. Uh-huh. Tehát abba szinte biztos vagyok, hogy 2050-re rájön az emberiség arra, hogy ha nem nyílt hozzáférésű a tudás, akkor kész, akkor kampetsz. Tehát meg kell osztanunk egymással a tudást ahhoz, hogy mindenki hozzá tudjon férni a korlátos erőforrásokon belül a legjobb módon valamihez. Tehát és képzeljük el azt a társadalmi presztízst, amikor te mondjuk ezzel adsz be a közösbe. Hogy kitaláltál valami szuper jót, bedobod a közösbe, és azt mondod, hogy figyeljetek, használjátok, tök jó. Uh-huh. És nem az a vagány, hogy bazi nagy autót vettél belőle, ami négyszer annyi benzint püfögtet el, mint a legkisebb, hanem az, hogy te vagy az, aki azt a dolgot bedobtad a közösbe. És a dolgok, dolgozni teljesen másképp fogunk, teljesen másképp fogjuk a munkát, eleve kevesebbet fogunk dolgozni. A másik, hogy a munkát nem csak és kizárólag a fizetett munkában fogjuk értelmezni, hanem a gondoskodás, az önfejlődés, a közösségért való tevékenység
ezeket mindet kvázi munkaként fogjuk elfogadni. Nem fizetett munkát most is tök jól tudjuk értelmezni szerint. Jól tudjuk értelmezni, csak a gazdaságban értelmezhetetlen. Bocsánat, hülye vicc volt. Ne haragudj, bocs, még annyit, hogy hadd mondjak, hogy nem tudom, azt tudtátok-e, hogy nemrég, nem ezt, hanem amit majd mondani fogok, de hogy nemrég hallgattam egy podcast, a Lex Fridman podcastjét, nem tudom, hogy ismered, de ha nem, akkor nézd meg. És az egyel ezelőtti epizód, az Ariel Ekblad, ez egy tudós csaj, és ő űrkolonizációval foglalkozik az MIT-n, és egy olyan rendszeren dolgoznak, ami különböző nagyságú ilyen elemeket gyárt, amik ugyanúgy néznek ki, és ilyen tök fura formájuk van, olyan négyzetből, vagy kockából vannak kialakítva, de le vannak vágva a csőre, és az a lényeg, hogy ha egymást szórod őket, akkor össze tudnak állni egy tökéletes rendszerre. De ezek be vannak programozva, és intelligens módon emberek nélkül, ha kilövöd őket a picsába a Marsra, fel tudnak húzni egy bázist. De most a lényeg, amit mondani fogok, az az, ugye mondtad, hogy a kozmolokális, hogy olyan komplexum tervezeteket dolgoztak ki, amiket ezzel építenek fel, amik ilyen blobokból állnak, és olyan kvázi, mint egy sejtszerűség, mindegyik egy külön kis cucc, viszont ugyanúgy néznek ki, tehát individuálisan tök egymás mellé rendeltek, egyik se különbözik a másiktól, viszont az egyszerűségük és a praktikusságuknál fogva gyakorlatilag végtelen bonyolultságú rendszereket tudnak alkotni együtt. És pontosan úgy, ahogy mondtad, hogy mindenki át tudja venni a másiknak a szerepét, mert nincsen olyan vertikális hierarchia, ami ezt el tudná lehetetleníteni. És pont ugyanezen az elgondolásra nyugszik ez, az egyik leginnovatívabb és a legelőremutatóbb, legfejlettebb kutatás ipar tulajdonképpen az űrkolonizációnak az ipar, már ilyen van. És ugyanez ezen szerintem, vagy nagyon hasonló ez a filozófia, mint nyugszik. Bocs, ez csak érdekesség. Egyébként az egyik leghíresebb ökológiai közgazdász, Kenneth Boulding, ő az űrhajós gazdaságról beszél. Mert hogy ő azt mondja, hogy valójában már most úgy kellene működnünk, hogy ülünk a Föld űrhajón, és próbáljuk az űrhajón belül megoldani az életet, a lehető legjobb életet az akkori adottságokkal. És én ezt szoktam, egyébként a tanításban is szoktam ezt használni, hogy először ugyanígy elképzeltetem velük az űrkolonizációba, hogy ülnek a bárkán, ami megy oda, és hogy a bárkán hogyan szervezik az életet. De hogy ez már ma igaz. Igen. Hát igen, csak ott könnyebb ezt az analógiát felfogni, hogyha ott valamit elcseszel, nincs levegő, nincs víz, nincs brokkoli, nincs ez a helyzet most is. Igen, ez a helyzet pontosan. Ezt nem értjük meg. Ott könnyű megérteni a korlátokat, igen, de itt még nem vagyunk hozzászokva, hogy ezeket a korlátokat megértsük. Igen. És valóban, hogyha elkezdesz ilyen analógiákkal dolgozni, akkor a legtöbben kapcsolnak. Azokhoz a megoldásokhoz nyúlnak, amiket mondjuk mi is javasolunk, vagy mi is mondunk. Igen. Szerintem ezért nagyon fontos az a halálnak a perspektíva, amit felhoztál. Ugye mi itt azért jöttünk létre egyáltalán, hogy a Robival összefogtunk, és azon kívül, hogy rendkívül jó képűek vagyunk, de tényleg szeretnénk egy pozitív világképet promotálni, és ezt valahogy nem tudom hozzájárulni az, hogy meg is tudjon valósulni. És az, hogy mi most itt a halálról is beszélgetünk, ez nem azért van, mert el akarjuk ásni magunkat, hanem azért van, mert ahhoz, hogy túl tudjunk élni, ami a legpozitívabb dolog, amit el tudok most képzelni, ahhoz ezt muszáj reális, ennek muszáj szemébe néznünk, mert egyébként nem fogjuk felfogni, hogy mi a tét, és fel kell fogni. Lejárt az idő, muszáj, nem? Nagyon. Igen, és egyébként én nem gondolom, tehát hogy az összes... vagy hát a legtöbb ilyen pszichológiai kísérlet is azt mutatja, vagy kutatás, hogy egyébként azok, akik ezt felfogják, akik átmennek ezeken a típusú nehézségeken, azok pont, hogy jobban élnek. Uh-huh. Tehát, hogy az, amikor elkezdesz az életed értelmével foglalkozni, amikor elkezdesz a kapcsolatod minőségével foglalkozni, akkor ennek ez nem a rosszabb élet. Igen. Ez a jobb élet. Igen,
Igen. És hogy ez az érdekes, hogy ezt nem bírjuk valamiért befogadni, uh-huh. hogy lehet, hogy bizonyos dolgokról le kell mondani, uh-huh. vagy átmenetileg le kell mondani, de hogy ez a lemondás, ez nem biztos, hogy lemondás, tehát hogy ez csomó mindent tudná kompenzálni, uh-huh. amivel ezt nem feltétlenül lemondásként élnéd ja. meg. Az egyenleged inkább nem negatívban jönni. De egyébként nekem annyira eszembe jut egy csomó vendég, Anita például, hogy ugye... Persze, igen. Tehát az életével nem azt mondom, hogy játszik, csak hogy teljesen nyilvánvaló, nyílt lapokkal, mindenki tudja, hogy nem biztos, hogy túl fogja élni. De... Kétszer játszolt az Everesten, és azt mondta, hogy 5 órán keresztül csak megy, és arra tud gondolni, hogy még 3 lépés megtegyek. Igen, jobbal, ennyi. De hogy miután ezen túl van, miután tényleg így ezen a szituáción túl van, sokkal jobb lett az élete. Tehát, hogyha személyiségfejlődésén ment keresztül. Át kell menni ezen a folyosón. De lehetséges, hogy akkor, hogy egy kicsit ilyen optimistább hangot üssünk meg, elképzelhető, hogy az emberiségnek, hogyha ebből a helyzetből most ki tud lépni, akkor valóban egy olyan globális szinten is más minőségű élete lesz, egy boldogabb, jobb, kiegyensúlyozottabb. Hiszen most egy tényleg kataklizma van a szemünk előtt, tehát arra várunk. És én nekem ez meggyőződésem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy olyan válság, tehát, hogy valóban egy olyan válságon megyünk keresztül, amin ha sikerül keresztül menni, uh-huh. akkor valami jó dolgot tudunk építeni, ha megértjük azt, hogy ezen nem a technológia fog változtatni. Mert amiről még nem beszéltünk, az ugye ennek az ígérete, hogy csak a technológia majd megoldja. Csak a technológia nem old meg semmit, a technológia mögött kőkemény víziók vannak. Ha azok a víziók nem a megfelelő víziók, akkor nem azt fogja szolgálni. Sőt, a technológia a rossz kezekben inkább veszélyes szerintem, mint hogy jó lenne. Igen, tehát ez erről is társadalmi párbeszéd kellene, hogy mire használjuk a technológiát, mennyire akarjuk magunkat kiszolgáltatni bizonyos technológiáknak, mennyire akarunk centralizálni bizonyos technológiákat, stb. Stb. Tehát, hogy szerintem ezek olyan témák, amiket ha nem kezdünk el egyesével szétszedni, ahogy én próbálom a zöld egyenlőségben, akkor nem értjük meg, hogy ez hogyan vezethet. Tehát, hogy miért függ össze a nyílt hozzáférés tudás azzal, amit csinálunk, hogy nem tudom, hogy az elosztás kérdésköre, az miért ennyire kulcsfontosságú ebbe az egészbe. Hogy nem tudom, hogy a blokklánc technológia, ha jó kezekben van, akkor mire képes, és mire képes, hogyha rossz kezekben van. Hogy tehát ezeket mind egyesével kell, hogy vezet-e valahova az a típusú ilyen fogyasztói nyomás, hogy neked kell egyedül zöldülni, vagy kell-e globális kormányzás, vagy kis közösségek kellenek. Vagy, tehát ezeket ha ezekről a témákról nem beszélünk, akkor nem fog változni a rendszer. A globális kormány kapcsán kell felhozzam azt, hogy a 2050 vagy 2100-as víziód esetében létezik-e még a demokrácia? Igen, létezik, és úgy hívják, hogy deliberatív demokrácia. Akkor azt tessék kifejteni. Igen, magyarázzuk el azoknak, akik akik nem tudják, hogy... Per pillanat, ugye nagyon megyünk erre, a demokrácia az egyetlen létező, lehetséges, legjobb rendszer. Igen, ez kétségtelen, de hogy csak és kizárólag a képviseleti demokráciában gondolkozunk. De hogy a képviseleti demokráciákat, ugye azok a kérdések, amiket itt feszegettünk végig, azok a kérdések nem véletlen, hogy mindig a társadalmi párbeszédhez jutottunk el, mert hogy ezeket egyesével kell megoldani.
a, nem tudom, a blokkláncot, a klímaválságot, a mit fogyasztunk, a hogyan osztjuk el a korlátokat, stb. Stb. Mi a pénz, hogy akarjuk átszervezni a pénzügyi rendszereket, ki kontrollálja, ki nem kontrollálja, hogyan építünk közösségeket, stb. Stb. Minden, amiről beszéltünk, az csak úgy elképzelhető, hogy valamiféle párbeszéden keresztül az emberek megértik, hogy neked mire van szükséged, nekem mire van szükségem, neked milyen világnézeted van, nekem milyen világnézetem van, és hol van ennek valamilyen olyan legkisebb közös többszöröse, amire építeni tudunk a kollektív döntéseinkben. Ahhoz, hogy ezek legyenek, ahhoz részvételi módszereket kell alkalmazni. Ezek nem jöhetnek létre máson keresztül, mint részvételen, deliberáción. Ahol Mari néni ugyanúgy elmondhatja, hogy ő hogyan látja azt az adott témát, mint valamelyik tudós. És innentől kezdve, ugye a deliberatív demokrácia nem azt jelenti, hogy mindig mindenki dumál. Tehát nem azt jelenti Magyarországon a részvételi demokrácia, hogy 10 millió ember egy hatalmas kakofóniába egyszerre dumál. Hanem arról szól, hogy legalább megpróbálsz néhány embert leültetni egy asztalhoz, akik nagyon-nagyon különböző értékrendet, érdekeket, megközelítéseket alkalmaznak, odaülteted, és azt mondod, hogy ti most hogyan döntenétek? És ők el fogják mondani, és nyilván ehhez az kell, hogy ott legyen mögötte A szakértő is, meg B szakértő is, és ne ugyanazt mondja, hanem legyen érthető az, hogy ennek mi az előnye, a hátránya, kit érint hátrányosan, kit érint előnyösen, stb. Stb. És az, én nekem meggyőződésem, hogy a kollektív bölcsesség az létezik. Csak nagyon-nagyon alulbecsüljük per pillanat. Tehát igenis kell részvételi módszereket használni, mint az állampolgári tanács, mint a részvételi költségvetés. Egy csomó olyan dolog, ami már egyébként kezd beszivárogni a magyar demokráciába is, csak ilyen nagyon helyi szinteken, helyi próbálkozásokkal. De nekem meggyőződésem, hogy ráadásul a technológia ezt adott esetben tudná is támogatni. És az, hogy igény van rá, még az is mutatja, hogy egyébként iszonyú manipulatív módon, de ugye az eddig is hatalom is elkezdte feszegetni a társadalmi részvételt. Tehát, hogyan? Hát az, amikor azt mondták, hogy de konzultációkkal az emberek azt mondták, hogy mi megkérdeztük, stb. Stb. Ez azt mutatja, hogy valójában ők maguk is felismerik, hogy a társadalomnak van egy ilyen igénye, hogy újra kontrollt érezzen a saját sorsa felett, hogy újra azt érezze, hogy nem valami tőlem iszonyú messze, távoli hatalom hozza meg azokat a döntéseket, amik egyébként hatnak rám, hanem hogy én konkrétan valamennyire mégiscsak kifejthetem a véleményemet. És ha ezt nem manipulatív módon használjuk, akkor valódi részvételi, valódi deliberatív demokráciát lehet építeni. És ha engem kérdeztek, akkor az én 2050-es víziómban egészen biztos részvételi demokrácia van, aminek nyilván vannak képviseleti elemei, de nem csak és kizárólag képviseletre épül. Hű, srácok, hát elég sok minden történt itt ma este, és nagyon sok mindent megtudtunk Alexandrától, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, és remélem, hogy nem csak a mi szemünket, hanem nagyon sok nézőnek a szemét is fölnyitottad, és hát elgondolkoznak ezeken a egészen döbbenetes gondolatokon. Úgyhogy remélem, hogy ha ezt megteszitek, akkor kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy ez a Föld, ez olyan szép maradjon, mint amilyen most. Igen, és én nem győzöm egyébként hangsúlyozni, hogy attól függetlenül, hogy beszélünk
olyan témákról, amik lehet, hogy kicsit lehangolóbbnak tűnnek, és mondjuk sötétebbnek, de ez a része, tehát abban a naív hitben nem ringathatjuk magunkat, már tényleg ez már elavult magatartás szerintem, hogy minden fekete és fehér, mert ez nem így van, és tényleg ezzel csak azt szeretnénk elérni, és amire tényleg nagy szükség van most, hogy próbáljunk meg függetlenedni azoktól a dogmatikus dolgoktól, amiket a szánkba adnak. Tök mindegy, hogy melyik oldalról van szó, mert mi emberek vagyunk, és nem jobb meg bal oldalakhoz, meg színekhez vagyunk hozzárendelve, és nem ez az életünk megoldása, hanem gondolkoznunk kell, és konstruktív magatartással kell részt vennünk a mikro és a makro társadalmakban, és egyszerűen nincs más módunk arra, hogy túléljünk. És hogyha ezt megtesszük, akkor nem hogy csak túl fogjuk élni minden valószínűleg szerint, hanem sokkal jobban fogunk élni, mint most. Úgyhogy ez egy olyan döntés igazából, ahogy elkezdjünk gondolkozni ezen is, és valóban cselekedni is, aminek csak nyertesei lehetünk. És hogyha nem változtatunk, azt pedig csak megszívhatjuk szerintem. Úgyhogy ennél pozitívabb dolog nincs, gondoljatok bele, hogy tudjuk, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy túléljünk. Ez fantasztikus, nem? Szerintem ez nagyon pozitív. Alexandra, búcsúzóul, néhány gondolat még? Hát én nagyon örülök, hogy eljutottunk onnan, hogy ezt nem lehet megcsinálni, oda, hogy tényleg tudjuk, hogy mit kell csinálni. De azt gondolom, hogy mégiscsak volt értelme ennek az elmúlt két órának. És igen, tehát ugye azt gondolom, hogy nem baj, hogyha azt gondolják valakiről, hogy naív, mert nagyon nagy szükség van. Nagyon nagy szükség van arra, hogy képesek legyünk naív gondolatokkal tovább menni, és azt mondani, hogy már pedig itt lehet valamit csinálni. Mondd el, és kérlek, ha egyébként, tehát hogyha valakit ez érdekel, mert ugye nekem az a problémám, hogy tőlem mindig minden újságíró azt mondta, hogy 10 percben mondjam el, hogy mi a nem növekedés, és mi az ökológiai közgazdaságtan. És az én fejemben meg ugye annyira sok gondolat volt ezzel kapcsolatban, meg mindenben van egy csomó mélység. És hogy én azért indítottam el a zöld egyenlőséget, és azért tart most már több mint 110 adásnál, mert ott legalább mélységében lehet ezeket megérteni, uh-huh. hogy miért fontos ez, hogy miért fontos az, és hát a 110 téma az azért nagyjából mindenkinek az érdeklődési területét le tudja fedni. Hol található meg? Bármelyik ilyen podcast csatornán. Spotify, Apple Podcast, igen, gondolom. Oké, YouTube-on is fent vagytok? Nem. Belénk jó. Jó, oké, dobjuk a linket. Nagyon-nagyon okay. Szépen köszönjük, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm. Nektek is, hogy feliratkoztok. Ja, minden jót, vigyázzatok magatokra és egymásra. Legközelebb találkozunk a kutyafáját neki. Sziasztok, gyerekek! Hölgyem! Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönöm. Olyan jó volt veled. Köszi. Azt nem tudom, hogy mit lehet ebből kihagyni. De semmit.